Visszatértél a válogatottban, milyen újra a fiúkkal együtt? Ugye majdnem egy év kihagyásom volt a térdműtét után. Úgy kézilabdától, meccsektől mentesen volt 10 hónapom kb. Örülök, mindig örülök, hogyha a válogatotthoz kell jönnöm, de ugye most ennyi kihagyás után még nagyobb öröm itt a többiekkel ebben a légkörben lenni. Minden rendben van már a térdel, ugye ez egy súlyos sérülés volt. Igen, most már több mint egy éve volt a műtétem, most már azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem is érzem, hogy volt egyáltalán műtétem, tehát most már tényleg teljesen minden rendben van. Tehát nem félsz mondjuk a pályán attól, hogy megillesz egy ilyen ártatlan mozdulat, aztán aláfordul a térded? A rehab első percétől úgy voltam vele, hogy egyáltalán nem féltettem a lábamat, hanem próbáltam inkább arra koncentrálni, hogy minél jobban, minél erősebben jöjjek vissza, tehát most meg aztán tényleg egyáltalán nem gondolok ilyenekre. Ugye a nyáron klubot is váltottál, hogy érzed magad Balatonfüreden? Hát ugye Balatonfüred nekem olyan volt, mintha hazamennék, tehát sok újdonság nem volt, ismertem kb. Az összes csapattársamat. Laci bával, az edzőnkkel is dolgoztam már régebben együtt, tehát az se volt újdonság. Jól érzem magam, jó visszatérni Füredre. Mennyi újdonság van itt a válogatottnál, hogy látod? Igazából ugyanazok az emberek, ugyanaz a stáb, tehát ide is hazajöttem kb. Ugye most a posztodon az egyik posztársad az már régi társad, de aztán van itt egy fiatal srác is, Krakowski Zsolt. Hogy látod, a fiatalok már kopogtatnak az ajtón? Igen, kopogtatnak nyilván. Dolgoznak is rendesen, tehát nyilván amikor ennyi idős voltam, én is ugyanezen voltam, hogy minél előbb ott tudjak lenni a válogatottban. Titeket is ez nagyobb munkára sarkal, hogy nehogy esetleg elvegyek a pozíciót előletek? Persze, egyértelműen. Első alkalommal vagy itt a nagy válogatott keretében. Milyenek az első benyomások, hogy fogadtak az idősebbek? Nagyon pozitív, mindenki nagyon közvetlen volt, és úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült beilleszkedni is. Ugye úgy volt, hogy az ikertestvéred Bence is jön a válogatott, az mennyire bánod azt, hogy ő most nem tud itt lenni egy sérülés miatt? Hát sajnálom, de remélem lesz rá még alkalom, hogy együtt tudjunk lenni. Hornyák Péterrel is beszélgettem, és kérdeztem tőle, hogy, és mondtam neki, hogy már úgy tűnik, hogy amióta nem volt a válogatottban sérülése miatt, kopogtatnak a fiatalok. Hogy látod, mekkora munkára sarkalt például te a két idősebb posztársadat, hogy ők legyenek a válogatottban a két meccsen, és ne te? Azért még jóval előttem járnak mindketten. Több válogatott mérkőzéssel látok, és nagyobb a rutinnal, úgyhogy szerintem még nekem van hova dolgoznom, vagy hova fejlődnöm igazából. Csema Rodriguezzel beszéltetek arról, hogy mit vár el tőled itt az edzőtábor alatt? Hát pontosan még nem beszélgettünk, de nagyjából szerintem tudjuk, hogy mik a követelmények, hogy mik az elvárások. És neked mik a céljaid erre a hétre? Igazából kihozni magamból a maximumot és megmutatni, hogy mire vagyok képes. Hogyha úgy alakul, hogy esetleg a meccse is nevez a kapitány, akkor milyen izgalmakkal várod a litvánok elleni hazait, illetve a grúzok elleni idegenbeli mérkőzést? Természetesen izgulni fogok, azért mégis szerintem minden gyereknek az álma, aki kézilabdázik, hogy a felnőtt válogatottba egyszer be tudja mutatkozni. Hát remélem, ha bekerülök, akkor megpróbálok vele élni. Amikor megtudtad, hogy jöhetsz a válogatott összetartására, akkor hogy tudtad meg, és még voltak az első reakciók? Igazából a Mezei Csaba hívott fel, hogy Csema Rodriguez meg szeretne nézni. Én nagyon örültem neki, egy kis ideig igazából fel sem tudtam fogni, hogy itt lehetek velük, úgyhogy nagyon örültem neki. Beszéljünk egy kicsit azért az idényről is, a Nekának egészen jól ment eddig a szezonban. Hogy érzed egyrészt a csapat formáját, illetve hogy látod a saját teljesítményedet az eddigi idényben? Igen, köszönjük, nagyon jól kezdtük a szezont, úgy gondolom, de folytatjuk tovább a munkát, nem szeretnénk belülni ebbe. A másik fél évben is, meg még a mostani első fél évben is a következő meccset mind meg szeretnénk nyerni. Nem fogunk elszállni, tudjuk, hogy ezt a munkával értek el, úgyhogy azt kell folytatni. Hát a teljesítményem igazából mindig jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, úgyhogy most is ez a cél. És ha játszol, ha nem, mit versz a két EB-selejtezőtől, Litvánia és Grúzia ellen? Én úgy gondolom, hogy mind a két mérkőzést a magyarok fogják megnyerni. Szorítok neki. Mi vagyunk az esélyesek, úgy gondolom, hogy ez kötelező két győzelem lenne. Nyilván mindent meg fogunk tenni, hogy ez így is alakuljon.